2023. július 1-én nem sokkal éjfél után baleset történt az Árpád hídon, két autó ütközött, és az egyik elsodorta a szalakorlát mögött tekerő kerékpárost, aki nem sokkal a kórházba szállítás után életét vesztette. Na most, hogy pontosan mi történt, az már csak a vizsgálat után fog kiderülni, ebben a videóban azt szedtük össze, hogy mit tudunk eddig, és meghívtam egy közlekedési szakjogást, aki kifejti azt, hogy mi történik a vizsgálat alatt, és hogy mire számíthatnak a baleset részesei. Ami eddig biztos, hogy a balesetben egy 46 os 3-as BMW kupé, valamint egy Mercedes AMG E63S vett részt. Na most a rendőrség vizsgálja annak a tényét, hogy a két autó versenyzette egymással, ez a későbbiekben majd fontos lesz. Az viszont biztos, hogy büntetőeljárást indítottak halálos közúti baleset gondatlan okozásáért. Az E63 AMG egyértelműen az E-széria csúcsa, egy 4 literes biturbo v 8 ami gyári állapotában több mint 600 lóerős, és a nyomatéka is bőven 800 Nm fölött van. Ugye ez egy firmatik plus kivitel, ami azt jelenti, hogy összkerékhajtású, tehát hogyha elpörög a hátsó kerék, akkor nyomatékot tud előre küldeni, hogy még jobban lépjen, ugye ez már bőven a 3 másodperces tartományban gyorsul 100 viszont mivel ez egy firmatik plus, ezért le lehet oldani permanensen az első hajtást, ami azt jelenti, hogy kizárólag a hátsó kerekekre küld nyomatékot, tehát hiába pörög el, nem kapcsolja az első hajtást, megkapjuk a teljesen hátsó vezetési élményt. Az RTL Klub megszólaltatta Boncsér Sándort igazságügyi gépjármű szakértőt, aki azt mondta, hogy a roncsok állapotából és az elmozdulásukból ítélve nagyjából 130-150-es tempóval hajthattak a baleset helyszínén, ugye a két autó a Göncárpád városközpont felől hajtott a Flórián tér irányába az Árpád hídon. Eddig ennyit tudunk biztosan, és akkor most következzen a beszélgetés dr. Borbély Zoltán közlekedési szakjogásszal. Szerintem az egyik legfontosabb kérdés egy ilyen balesetnél, hogy a baleset részesei ilyenkor jogi szempontból mire számíthatnak? Hát a balesetnek sajnos van egy sérültje, aki már nincs közöttünk, és ez a legfontosabb és legtraikusabb momentum, hogy egy értelmetlen halál. Ők az ő családja, most nyilván egyáltalán nem vigasztalja őket az, hogy ezután milyen jogi procedúra van. Kétféle érzés van ilyenkor a sértettek családjában. Az, aki ezt okozta, az bűhödjön meg. Lehetőleg végrehajtandó szabadságvesztést kapjon. És amennyiben a kötelező gépjármű biztosítása fennállt, akkor a kötelező gépjárműfelelősség biztosító, az okozó kötelező gépjárműfelelősség biztosítója térít a sértett családjának. Sajnos a, a, a balesetnek egy halálos áldozata van, a rendőrség elrendelte a nyomozást halálos, közúti baleset gondolatlan okozásának vétsége miatt, ez egy 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Ha jól gondolom, ez, hogyha valakinek az előélete ilyen szempontból úgy mond tiszta, tehát hogy nem volt korábban, Hasonló közlekedési balesete, vagy komolyabb közlekedési balesete, akkor ez felfüggesztett jó eséllyel. Úgy fogalmaznék, hogy mondjuk 1980-as években, ha halálos közötti baleset történt, akkor ilyen 80-90%-ban végrehajtandó szabadságvesztés volt a büntetés. Olyan esetekben is, ahol köztiszteletben álló személyek, válogatott labdarúgó, később mesteredző, aki nem is durva kresszabályszegés miatt, sőt, megmondom őszintén, ahogy én a feleségével beszéltem később, még azt mondom neked, hogy a, nekem még a felelősség is nagyon-nagyon necces volt, de nem volt más ilyenkor a büntetés, mint végrehajtandó. Ez a trend a 90-es évek közepén, 90-es évek elején megfordult, és a közötti baleset halált okozó válfaja, ami egy-től évig terjedő szabadságvesztés, általában felfüggesztett, de ha kiemelt és durva kresszabályszegés van, akkor a bírói gyakorlat egyértelműen a végrehajtandó mellett foglalt állást. Bár hozzá kell azt is tennem, hogy azt, hogy ezek a mostani ügyek jogerősen majd hogy zárulnak, ezt most még nagyon-nagyon felelőtlenség lenne mondani. Egyáltalán, hogy ez például két szereplőse az ügy. Tehát ennek az ügynek egy gyanúsítottja lesz, vagy kettő. Miben lesz gyanúsított egyik, miben másik? Ugye most azt is szabad mondanom, hogy lesz-e egyáltalán gyanúsított, mert ez is egy kérdés, hogy okozati összefüggésbe hozható-e a halál az ő túlépésükkel, ami nagyon valószínű. De mondom, még mikor nincs műszaki szakértői vélemény, csak kirendelték, akkor ez egy óriási felelőtlenség. Tehát ha, és amennyiben a gyorsulás következtében, a túlépés következtében, életét vesztette egy kerékpáros, és ez a sebesség túlépés több mint kétszerese a megengedettnek, akkor bizony a bírói gyakorlat már elmozdul a végrehajtandó szabadságvesztés felé. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, nekem nagyon meglepő volt az, hogy az extrém sebesség túlépés az nem esik bele a közúti veszélyeztetés kategóriájába. Feltehetőek, hogy alakul az ügy abban az esetben, hogyha itt megvalósul a közúti veszélyeztetés, és egyáltalán mi számít közúti veszélyeztetésnek, hogyha egy 200, hogyha egy 100 os sebesség túlépés nem számít annak. Azt beszéltük, hogy YouTube csatornán kötetlenül beszélünk, de ezt nagyon nehéz úgy elmondanom, hogy, hogy nem maradjunk meg a, a, a szakmánál, vagy a szakszerűségnél, mert ezt nagyon nehéz nem úgy fogom kezdeni, hogy a közötti veszélyeztetés Préter intencionális bűncselekmény, de azt azért elmondom, hogy a közötti veszélyeztetésnél, ami a legfontosabb, a közvetlen veszélyre az okozónak a szándék, aki kell, hogy terjedjen. Tehát akaratlagos az, akaratlagos. hogy valakit. Nem feltétlenül célzatos, tehát nem feltétlenül az egyenes szándék elég, elég az esetleges szándék is. Tehát belenyugszik abba, hogy valakit veszélyeztet, illetve azzal, hogy ő egy kresszabályt szabályt megszeg ezzel gyakorlatilag egy olyan közvetlen veszélyhelyzetet teremt, hogy bárkinek az élete, testépsége, egészsége veszélybe kerül. Clear and present danger. Tehát nem távoli veszély, hanem azonnali, rögtönös. Azért mondtam ezt a clear and present danger-t, mert ezt szerintem mindannyian tudjuk, hogy mit jelent, és erre a veszélyre szándék kell, hogy kiterjedjen. Nem arra a veszélyre, hogy a sebesség túllépés az veszélyes. Mert a sebesség túllépés veszélyes, de ez nem azt jelenti, hogy valaki extrém módon túlépi a sebességet, ezzel egyben valakit le is akar szorítani, valakit el is akar ütni. Hát, hogyha valaki szándékosan el akar valakit ütni extrém sebességgel, az, az autóval elkövetett emberölés. Ha valaki csak veszélyeztetni akarja a közlekedés másik résztvevőjét, de szándékosan ez a közötti veszélyeztetés. Ha ennek a veszélynek a talaján kialakul a halál, akkor ez a halált okozó közötti veszélyeztetés, ami 5-10 évig terjedő. És akkor, hogyha nagyon veszélyes ez a kressz szabályszegés, de a veszélyhelyzetre szándékosság nem terjed ki, akkor beszélhetünk a halálos közötti baleset gondatlankozásának védségéről. Tehát, ha jól értem, és nyugodtan javíts ki, akkor ha mondjuk valakire ráhúzzák a kormányt, az egy szándékos közúti veszélyeztetés. Egyértelműen. Leszorítják az autópályán, büntető fékeznek az autópályán, a rendőrt megpróbálják elütni, és utána elmenekülnek, továbbhajtanak, ráhúzza a kormányt a haragosára, akinek az árokba kell beugrania, és eltörik a lába, akkor ez egy súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés. Ha maradandó fogyatékosságot szemmel, akkor maradandó, és hogyha halált okozó, akkor, mint említettem, az a legsúlyosabb 5-10 évig terjedő szabadságvesztés. Nagyon ritka az, amikor az életlenes csenek, mint megállapítja a gyakorlat, mert általában ilyen szakértőkről beszélünk. A szakértő nem jogász. Tehát az, hogy a veszélyhelyzetre szándéka kiterjed a vezetőnek vagy sem, ezt a szakértő gondolatolvasással tudná csak megállapítani. Természetesen, ha van térfigyelő kamera, ha van bármilyen kamerafelvétel, amely rendelkezésre áll, akkor azért a kormánymanőverből látható, vagy megítélhető, akár nem csak a szakértő részéről, hanem a bíró részéről, vagy a jogalkalmazó részéről is, hogy ez egy szándékos cselekmény, vagy pedig egy hárító mozdulat, vagy mondjuk egy uh, korrekció, védekizés. korrekció így van, így van. Ha már szóba hoztad a bizonyítékokat, nagyon érdekesnek tartom azt, hogy ugye nagy valószínűséggel az Erpet ezen a szakaszán voltak kamerák. Ez nagyjából tudható, nagy biztonsággal kijelenthető. Reméljük, hogy voltak, és reméljük, hogy használhatóak. Amikor a műszaki szakértő eléterje a bíróságnak azokat a bizonyítékokat, amiket ő megszerzett, és azokat a következtetéseket, amiket levon. Ezeknek a hierarchiája hogy épül fel? Tehát vannak ugye vallomások, akár részesektől, akár szemtanúktól, vannak videófelvételek. Mi az, ami a döntéshozatalnál ö, nagyobb súlyban számít? Erre van egy törvényi válasz, ami nem lesz annyira népszerű, nincs hierarchia. Tehát a bizonyítási eszközök között nincsen sorrend. Tehát az infizíciós eljárásban a terhet beismerő vallomás volt a bizonyítékok koronája, amit torturával is, kínvallatással is ki lehetett préselni. Tüzes vas próba, stb. stb. Ha beismert, legyen ez bármilyen eszközzel, ha, ha nem. az volt a koronája a bizonyításnak. Itt a bizonyítási eszközök között nincsen rangsor. Mondja ezt a törvény nagyon helyesen, hiszen miért mondanám azt, hogy van egy szemtanú, aki becsületes, teljesen jól lát valamit, jobban lát, mint a térfigyelőkamera, hiszen közelebb van, rálát valamire. Miért mondanám azt, hogy ő kevésbé értékes, mint a térfigyelőkamera? De természetesen a közlekedési ügyekben az igazsági műszaki szakértő, vagy az orvos szakértő, vagy ezek egyesített véleménye azért az nagyon nagy súlyjal esik a alattba. Én nem láttam még olyat, hogy a bíró azt mondta, hogy elnézés szakértőre ez nem 160, hanem csak 140, vagy szakértő, én ezt szabad szemmel úgy látom, hogy 180, úgyhogy megállapítom a 180-at, ilyet én még nem láttam. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Magyarországon szakértői bíráskodás zajlik, ezt egyrészt mindig pejoratívan szokták mondani, mondvá, hogy hát a szakértőknek ki vannak szolgáltatva a jogalkalmazók. Én viszont azt mondom, hogy ha jó szakértők vannak, már pedig ebben az ügyben az ország egyik legjobb szakértője van, azt gondolom, hogy nem kell kiszolgáltatottnak lennünk, mert Magyarországon tényleg vannak korrekt, tisztességes, kiváló műszaki szakértők, és egy sebességet hat féleképpen meg lehet határozni. De lehet, hogy hét. Attól függ, hogy a technika milyen. Tehát ugye emlékszünk arra az esetre, amikor valaki szelfizet miközben belehajtotta a, 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 a balesetbe. Ebből a tereptárgyak alapján a szakértő szintén tudott. Adott esetben a taxik már fel vannak szerelve GPS-szel. Ezekből is. Itt egy egy, egy lépésre vagyunk, hát itt van az 5G. Gyakorlatilag egy telefon, egy mobiltelefon, amelyből Magyarországon több mint 10 millió van, egy mozgást követő technikai eszköz, az, hogy mi most itt beszélgettünk, ezt gyakorlatilag utólag reprodukálni lehet, mert ott van a teze te zsebedbe és a telefon az enyémbe is, és tudjuk, hogy itt vagyunk, és körülbelül hova jelentkezik fel a telefonunk. Na most ezt már tudja a technika. Tehát itt, ha van féknyom, akkor abból, a rongálódásokból is lehet sebességet számolni, hogy az energia elnyelés, most nem akarok itt olyan területre tévedni, ami nem az én szakterületem, de én azt gondolom, hogy jó közelítéssel az ütközési és a haladási sebességet is meg lehet majd ítélni. Persze, ez számos tényezőtől függ, lassulástól, Ugye a legnagyobb lassulás? Hányes ez a lassulás? Hány méter per szekundum négyzet? Hatos, vagy esetleg annál magasabb? Ez mi befolyásolja, milyen állapotban vannak a gumiabroncsok? Milyen korú az autó? Milyen az autó műszaki állapota? Milyen a fékrendszere? És természetesen az is, hogy ki milyen sebességek közlekedett a baleset előtt, illetve akkor, amikor a veszélyezetet észtelte, Mert nyilvánvalóan valamilyen reakció reakció történik, és az ütközési sebesség általában nem egyezik meg a korábbi haladási sebességgel, hiszen valaki valamilyen módon azért egy veszélyhelyzetre reagál. És itt jön az, ha csak nem szándékosan akarja a veszélyezetet létrehozni, de erre pillanatnyilag a legcsekélyebb adat sincsen. A kérdésedre válaszolva, tehát az, hogy az extrém sebesség túlépés veszélyes, az nem azt jelenti, hogy az extrém sebesség túlépés egyenlő közötti veszélyeztetéssel. De hogy mennyire jogos a te felvetésed, Major Robert és Fülöp Ágnes, akik egyébként a közlekedési büntetőjog című tankönyvet is jegyzik Fülöp Natasával hármas szerzőtársi minőségben, már régóta pedzegetik azt, hogy az extrém sebesség túlépésnek a fizikai, kinetikai hatásai már önmagában, ha, ha nem is közvetlen, de egy távoli veszélyhelyzetet hoznak létre, tehát nem feltétlenül ugyanaz, mint a halálos közötti baleset gondatlan A kúria azonban összes eseti döntésében megkívánja azt, hogy a veszélyhelyzetre legalább az esetőleges szándéka kiterjedjen a járművezetőnek. Eml említetted itt a technikát, és a technika nyújtotta lehetőségeket. Most az egyik autó, amelyik részt vett ebben a balesetben, az egy E63 AMG volt, egy, egy meglehetősen modern, tehát az éppen kifutó szériája ennek a Mercedesnek. Feltehetőleg minden létező menetbiztonsági és egyéb elektronikával felszerelve, ugye ez az E palettájának a csúcsa, a leggyorsabb, a legerősebb, a legdrágább. Na most, az autók tudomásom szerint rögzítenek nagyon sok menetadatot és üzemállapoti adatot a baleset előtt, a baleset pillanatában, úgy mint folytószelepálás, tehát hogy mennyire terhelték Persze. a motort, hogy be volt-e kapcsolva a menetbiztonsági elektronika, hogy milyen szögben állt a kormány, hogy működtek-e a biztonsági rendszerek, ugye Légzsák és társai. Ezek az adatok viszont amennyire tudom nem tisztázottak európai szintű harmonizációban, hogy kinek a tulajdonát képezik, hogy ezek a tulajdonos az autógyártójának, vagy pedig az autógyártó alkatrészbeszállítójának az adatai a bíróság ilyenkor, illetve bocsánat, a vizsgáló, a, a rendőrség. ilyenkor ezeknek a kikéréséhez hogy folyamodhat, és mi az, amit a gyártónak ki kell adnia, és mi az, aminek a gyártónak egész egyszerűen nincs jogosultsága. Egyáltalán, hogy érvényesülnek adatvédelmi hát a, elvek ilyenkor? Ö, jó, most akkor itt nyilván az adatvédelmi szakemberek engem most meg fognak róni, de nincs miért. Törvényi felhatalmazásom van a rendőrségnek, hogy minden adatot rögzítsen. Ez egy bűncselekmény. Akkor is, ha gondatlan, akkor is a szándékos kötelező foglalni, És ilyenkor a nyomozatóságnak kötelező adatot szolgáltatni. Olyan nincs, hogy ezt a fekete dobozt, vagy ezt a, ezt a e, ha itt, itt tetszik ezeket, a, ezeket az adatokat, e, ne bocsássák rendelkezésre, de olyannyira, ha nem bocsátják rendelkezésre, akkor le kell foglalni. Tehát, és le is fogják foglalni. Tehát én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a baleset jó közelítéssel, egy jó műszaki szakértő kezében reprodukálható, sőt, most már vannak baleseti szimulációs, most már nagyon régóta vannak baleseti szimulációs programok, és ezek a szimulációs programok is arra hivatottak, hogy bemutatják a balesetet, úgy, hogy ezt a jogalkalmazó is el tudja dönteni. Nyilvánvaló, itt most egy nagyon érdekes kérdés lesz, hát a balesetnek van két járművezető érintettje pillanatnyilag. Hogy ebből mind a kettő gyanúsított lesz -e, Vagy csak egyik, vagy egyik sem? Még ez is elképzelhető, potenciálisan persze nagyon nehéz, csak mondom, hogy e, e, egyelőre ugye az ártatlanság vélemény mindenkit megélet. De nyilvánvaló, hogy azzal, hogy elrendelték a nyomozást, ez nem véletlen, ehhez elegendő a bűncselekmény egyszerű gyanúja. Abban a pillanatban, hogy lesz műszaki-szakértői vélemény nagyjából, a baleseti résztvevőket én gondolom, hogy mind a kettőket megszondáztatták. Sajnos, és ez ilyenkor egy tragikus része a büntetőjárásnak, nyilván a sértető, és minden adatot rendelkezésre áll, teljesen vétlennek tűnik, és teljesen vétlen a kerékpáros is, aki, aki gyakorlatilag ebben a helyzetben tényleg nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, hiszen nagyon az elején vagyunk még a vizsgálatnak. Tehát nem tudhatjuk, hogy jönnek-e esetleg olyan momentumok, amik, amik 180 fokkal megfordítják a most elmondottakat. Én azt gondolom, ezeknél a bűncselekményeknél a műszaki tudomány, az informatika és a természetesen az orvostudomány is már olyan fejlett szinten van, hogy az okozatosságot még, még jobban meg lehet állapítani, mint más bűncselekményeknél, hiszen a természettudományos módszerek itt vannak. Körülöttük volt az autó, ami mindent rögzített. Beszéltél a befolyásoló tényezőkről. Ha például kiderül az, hogy az autó mondjuk műszakilag módosított volt. Tehát, hogy esetleg tuningolták, hogy gyorsabb legyen, akár hogy a futóművéhez nyúltak. Ez befolyásolhatja a bíróság döntését? Persze, vagy az persze. Csalát? Hát ezek bűntetés... És ha igen, milyen irányban? Nyilván meg kell nézni, hogy mi mennyire voltak, mennyire volt ez szabályellenes. Hogyha szabályellenes az átalakítás, akkor ez egy további kresszabályszegés. Ha egy további kresszabályszegés, az minden esetben súlyosító körülmény. De az is elképzelhető, mint mondom, még nem tudjuk, hogy a két jármű ö, valamilyen módon adott esetben ö, valamilyen kapcs nem úgy kapcsolatban hogy ismerték egymást, valamilyen módon egymásra ráhatottak, vagy versenyeztek, vagy csak egymás mellett gyorsan mentek, azt hívják a versenyzésnek, de de tulajdonképpen számos olyan, olyan bizonytalansági tényező lehet, amire én azt gondolom, hogy ö, nagyon hamarosan választ kapunk nyilván ha a térfigyelő kamera felvételek rendelkezésre állnak, azért az kérdezted, hogy van-e hierarchia a bizonyítékok között, törvény szerint nincsen, ténylegesen természetesen van. Természetesen van, hiszen a legfontosabb rész, most csak mondok egy példát, a hableány ügyben a legfontosabb bizonyítási eszköz az egyik utasá, most számomra nyilván van rengeteg más, minden, minden fontos, minden bizonyítási eszköz fontos, de az egyik utas által készített mobiltelefonos felvétel az egy nagyon jelentős bizonyítási eszköz. Nem beszélve az egyébként üzemelő térfigyelő kamerák felvételéről. De ő ugye a hajóról csinált ezeket a felvételeket. Azt nyilván az éjszakai órákra tekintette, az kevéssé valószínű, hogy bárki a mobiltelefonját egyből be tudja kapcsolni, és már, már felvételeket készít. Az biztos, hogy amikor már megtörtént a baleset, és valaki ott van, az tuti, hogy megindítja a telefonját Ez egy mostani teljesen természetes gyakorlat. A versenyzésnél egy kérdés ütött szöget a fejembe. Azt elmondtad, hogy igen, ennek befolyásoló szerepe lehet, ha kiderül, hogy versenyzésről van szó. De egyáltalán ez hogy derülhet ki? Tehát, hogy ez mi, mi, támasz, nehezen. mi támasztja ezt alá? Nehezen. nehezen. Mivel bizonyítható egyet, egyáltalán? Egyet lehet tudni, vagy ez biztosan lehet tudni, meg lehet állapítani mind a két járműnek a sebességét. A korábbi haladási sebességét is, a baleset előtti haladási sebességét is, és a szalakkorlátnak illetve a, 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 a kerékpárosnak ütközési sebességét is. Megmondom, miért kérdezem. Ez a Mercedes, ez nagyjából háromszor volt erősebb, mint a BMW, hiszen egy lényegesen újabb típusról beszélünk, egy sokkal erősebb motorral. Tehát, hogy itt a versenyzés, hogyha felmerül egyáltalán, akkor ez a két autó nagyon rövid időn belül nagyon nagy távolságra van egymástól. Ezért ütött szöget a fejembe az, hogy, hogy ez egyáltalán felmerülhet, mint, mint gyanú. Felmerülhet nyilván. Hát ugye óhatatlan most itt ugye, beszélgetünk erről, mindenkibe felmerül az, hogy a két autó egymással esetleg versenyezhetett. De ezt addig, amíg a szakértő ezt ki nem mondja, vagy lehet, hogy nem is tudja kimondani. Ezt. Addig én azt gondolom, hogy nagyon nehéz bármit is mondani erről. Azt biztosan lehet tudni majd, hogy mekkora lesz a sebesség. Erről már voltak becstések a sajtóban egyébként. Ezek a becstések körülbelül kétszerese a megengedett sebességnek. Ez jelentős sebesség túlépés. Korábban volt egy ilyen külön szabálysértés, hogy sebességkorlátozás jelentős túlépése. Itt már egyébként a 70-nél a korábbi szabályok szerint már a 105 is annak számított, hogy a felével emeljük, és ha annál magasabb, akkor az a sebességkorlátozás jelentős túllépését jelenti. Tehát az a 105 km per óra fölötti sebesség a korábbi szabályok szerint most már nincs ilyen, most már fix ö, ö, kategóriák vannak a sebességnél. Tehát bizonyos sebesség megfelelő bírság vonzata van. Itt nyilvánvaló az, hogy itt az egészet fogják a büntetőjárás keretében vizsgálni és megnézni azt, hogy mekkora volt ez a kétsebesség és azt, hogy ennek a kétsebességnek milyen ö, ö, hatása volt a halálos ö, következményre, illetve hogy a két járművezető egymással ö, versenyzette, egymásra gyakoroltak-e bármilyen hatást a két jármű, ráhúzta egyik a másikra a kormányt, vagy sem. Na, ha igen, mert akkor ugye fölmerül a veszélyeztetés. A veszélyeztetés. Na, de, de ugye ez még nagyon, mondom, ez még itt nagyon képlékeny. Egyet szeretnék leszögezni, és ezt is a, egyik rádióban hallottam, hogy ez tulajdonképpen autóval elkövetett emberülés volt. Ezt szeretném határozottan cáfolni azért. A büntetőjog ezt nem tekinti emberülésnek. Most már persze megint ugye jöhet egy olyan kérdés, hogy és ha a többi adatok erre utalnának, nyilván ennek is van egy pár százalékos esélye, de amit itt látunk, abból arra lehet következtetni, hogy durva, kiemelt és következtében egy ártatlan ember életét vesztette. Kimondható, hogy ez közfelháborodás váltott ki, ez a baleset, ami teljesen érthető. Ez bármilyen szinten befolyásolhatja a bíróság munkáját? Befolyásolja a bíróság munkáját? Nagyon nehéz a kérdés, mert a kúriának van egy 56-os büntető kollégiumi véleménye, amelyben a büntetés kiszabása során alkalmazandó szempontokról nagyon-nagyon alaposan és részletesen szól. Ez, ez már régóta hatában van, korábban más számon volt, de nem ez a lényeg. A lényeg ez az, hogy a közfelháborodás az elvileg, ugye a népítélet, az elvileg nem szabad, hogy befolyásoljon egy bírósági döntést, ugyanakkor ha ez egy bizonyos körben eh, hihetetlen nagy felháborodást kelt, ez nevesített súlyosító körülmény is. De ugye általában eh, ezek a kérdések szándékos bűncselekményeknél merülnek fel, bár hozzá kell tennem, hogy például az egyébként nagyon eltéren alkalmazott elszaporodottság, mint súlyosító körülmény, sok esetben eh, az adott esetben a gondatlan bűncselekményeknél sem tehát ott ugye az elszaporodottságot nem lehet értékelni, hiszen gondatlan cselekményeknél, hogy ki hányszor gondatlan, azt nagyon nehéz elhatárolni. Viszont a sebesség túlépés az elszaporodott. Viszont a sebesség túlépés önmagában nem bűncselekmény. De az elszaporodottságot a sebesség túlépésnél a szabálysértési eljárásban értékelni lehet. Ott fix bírságos szabálysértések vannak, tehát én azt gondolom, hogy a közfelháborodás ö, a jó bírót nem befolyásolja, mégis nem is befolyásolhatja, mégis nagyon kevés olyan döntést láttam, ahol amikor valami tényleg a, azon a területen nagyon-nagyon felháborító volt, az ne jelent volna meg az ítéletben. Pontosan a generális prevenció, tehát az általános megelőzés miatt, de mint említettem, itt a gondatlan bűncselekményeknél ez, a, ez, a, ez az általános megelőzés, ez lehetséges, de ugye itt, amit lehet ö, ö, a megelőzésről beszélni, ez a sebesség túlépés visszaszorítása, Amit esetleg kamerákkal, ugye védelendszerrel, és nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogyha erről információ van mondjuk egy gyors, gyorsulási versenyről, akkor adott esetben rendőri jelenléttel is lehet megakadályozni. Nem csak rendőri, hanem adott esetben polgárőri, itt a polgárőrség nagyon fontos is lehet. Tehát a polgárőrség jelzést tud adni. És a polgárőrök a hivatalos eljárásokban a hivatalos személy támogatóinak minősülnek, tehát azonos védelemben részesülnek, mint a, mint a rendőrök. Az, a, az eljárás során. Igen. Tehát én én azt gondolom, hogy vannak olyan, fő, olyan ö, fővárosok, Buda, ö, évetve, tehát Budapesten kívül vannak olyan fővárosok Európában, ahol a halálos közötti balesetek száma igencseké, vagy akár tíz alatt is. Magyarországon ez nyilván ö, ö, egyelőre vágyállom. Mindenki tudja azt, hogy egy is sok. Ezt mindenki tudja de e, itt a megelőzésnél e, nagyon fontos az, hogy például az ilyen extrém gyorshajtást, hogy valakinek, valaki ennyire szerelmes a sebességbe, és ezt a közúton próbálja e, e, érvényre juttatni, ez már nem is biztos, hogy csak közúti kérdés, tehát nem is biztos, hogy közlekedési kérdés. Egészen biztos, hogy ilyen extrém sebesség túlépésnél a közúti járművezető alkalmassági vizsgálatára is sor kell, hogy kerüljön, vagy legalábbis azt gondolom, hogy sor fog kerülni. Ettől függetlenül, Könnyen lehet, hogy a járművezető teljes mértékben alkalmas a közötti járművezetésre. Technikailag reflexből. Az a kérdés, hogy a pszichológiai alkalmasság az megvan-e. De az is elképzelhető, hogy azon is simán átmegy, hiszen ha fiatal emberekről van szó, a reakcióidők jó. Nyilvánvalóan itt a közlekedési bűncselekményeknél alapvetően nem bűnözők ö, ö, állnak a bíróság előtt de azért azt hangsúlyozni szeretném, hogy az ilyen közfelháborodást kiváltó cselekmények, az ilyen közfelháborodást kiváltó balesetek lehetetlen, hogy ne valamilyen módon ne szűrődjenek be a bíróságra is, és nyilvánvalóan attól függően, hogy az ember honnan nézi ezt a kérdést, a sértetti oldalról teljesen egyértelmű, hogy egyfajta személyes elégtétel, és itt most nem a bosszút értem, ez alatt egy személyes elégtétel, ami egy jogszerű elégtételt jelent. A, ami a legfontosabb viszont az, hogy tényleg kiderüljön, és most ez egy ilyen szakszó lesz, a pontos tényállás, tehát a, a, a tűpontos tényállás. És hogyha ez kiderül, akkor onnantól kezdve már lesz módja a bíróságnak súlyozni. Nagyon fontos az is, hogy, hogy ennek a balesetnek hány okozója van, a halálos eredménynek hány okozója van, illetve az is fontos lehet, hogy az érintetteknek milyen a közlekedési előélete, milyen a személyisége és milyen a korábbi priusza ha van. Köszönjük a beszélgetést Dr. Borbély Zoltánnak. Az egészen nyilvánvaló, hogy valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, akár a szabályozás oldalról, tehát az ilyen autókra járó jogosítvány, akár pedig a sebességmérés és a szankcionálás oldaláról. Ugye az nem egészen normális, hogy a 60-lóerős Suzuki Swift és a 600-lóerős AMG-merci vezetéséhez pontosan ugyanaz a jogosítvány kell, míg hogyha mondjuk 50-es robogóról 125-ösre ülnék, akkor ott már egy képzést kell elvégeznem, hogy a nagyobb kategóriákról ne is beszéljünk. A következő videóban ennek fogunk utána járni, hogy külföldön hogyan oldják meg ezt a kérdést, és hogyan szabályozzák az ilyen nagy autók vezetését. Úgyhogy találkozunk a jövő héten.